Évek óta kemény jogi küzdelmek zajlanak Budázy György körül, mind büntető, mind pedig polgárjogi vonalon, hiszen gondoljunk arra, hogy az a kemény és már immáron közel 8 éve tartó eljárás, amely az úgynevezett Hunnia ügyben folyik ellene és 16 társa ellen, ugye tavaly augusztus végén egy drámai, drákói törvénytelen ítélet született, 125 év börtönre ítélték őket, és 13 évet kapott Gyuri, majd pedig ugye tavaly ősszel előzetesbe kerültek, nemrégiben mindannyian örülhettünk annak, hogy ő és két társa háziőrizetbe került, és legalább így ebből a helyzetből tudják folytatni az eljárást, védekezhetnek, bízva abban, hogy eljön az igazság pillanat abban a büntető ügyben is. Ma egy polgárjogi csatát vívtunk Gyuriért, hiszen nem kisebb volt a tét, mint sem, hogy 2010-ben egy nagyon durva és kemény lejárató sajtókampány indult ellene a akkori választási kampányra felfűzve, ugye ominózus Benkő Györgyféle hangfelvételek járták be akkor a sajtót, és akkor nagyon sok sajtószerv önkényesen kiragadott, és nagyon durva állításokat vont le, Gyurit úgy beállítva, mint ugye már egy befejezett bűncselekmény terrorszervezet vezetője, aki még akár Orbán Viktor elleni bűncselekményeket is tervezett, vagy gyerekek halálát sem díjat vissza, stb. Ma a fővárosi ítélőtábla egy olyan ügyben hozott ítéletet, egy kedvező ítéletet Gyurinak, ami inkább egy szimbolikus jelentőségi győzelem, hiszen 50 000 forint összegű nem vagyok kártérítés, és ítéltek meg egy olyan jogsértő állítás miatt, amelyben azt írta a 168 óra elektronikus változata Gyuriról, hogy szerb és horvát alvilági kapcsolatokon keresztül ő szerzett be úgymond robbanóanyagot a tervezett merényletekhez. A fővárosi ítélőtábla ítéletet hirdet, a fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezését helyrehagyja. Kötelezi a felpelest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alpelesnek 17.500 forint másodfokú bérköltséget, valamint a magyar államnak külön felhívásra 56.000 forint fellevezés illetéket. Az ítélet ellen nincs helye fellevezésnek. Nem lettünk teljesen elégedettek, hiszen ezen kívül sok más állítást is kifogásoltunk, többek között azt is, hogy messze nem lehet megalapozottan leírni sajtóban azt, mondjuk a Benkő György és Somogyi József hangfelvétel alapján, hogyha Somogyi József valakiről mesélget, sztorizgat, akkor ez nem tekinthető úgy, hogy Budázy György terhére rót befejezett cselekményről tudósítunk, már pedig akár a Gyurcsány Ferenc ellen tervezett merénylet, vagy Orbán Viktor ellen kilátásba helyezett erőszakos cselekmények, vagy Lemberidikó elleni tervezett akciók, ezeket mind úgy írta le ez a cikksorozat, hogy lényegében ebből az olvasó azt vonhatta le magának következtetésként, hogy ezek a gyanúsítás részét képezik, és egyébként is már kitervelt, vagy mondd el, legalábbis előkészleti szakban levő cselekményként megtörténtek. Tudjuk, hogy ez nem így volt. Ennek ellenére a bíróság nem csak ebben az ügyben, de több más ügyben, sajtószerv ellen, ATV, TV2, RTL Klub, megtagadja a személyiségvédelmet Budázy Györgytől, és a irányadó bírói gyakorlattal ellentétben nagyon megengedő abban, hogy milyen összefüggésekben lehet egy nagyon súlyos bűncselekménnyel gyanúsított személyről cikkeket, állításokat megjelentetni. Az a legfontosabb alapelv, hogy ezek ugye tényeken és valóságon kell, hogy alapuljanak, és a büntető ügyben rendelkezésre álló adatokhoz kell, hogy kapcsolódjanak, és nem vonhatnak le olyan ilyen következtetéseket, amiket megtett ez a sajtószerv. Ugye tehát ma egy szimbolikus győzelemmel legalább egy esetben sikerült visszavágni. Az igazi nagy kérdés persze az, hogy az a képtelen helyzet mikor szűnik meg végre, hogy most már közel 7 évvel ugye a 2010-es rendszerváltás után, fordulat után lesz-e végre szabadság Budázy Györgynek és társainak, hiszen emlékezhetünk, hogy az az jogerős döbbenetes ítélet, amire utaltam az előbb, az a elsőfokú ítélet, ami született, az meg le se írta a bíró, és a bíró most nemrégiben lemondott a bírói státuszáról, és gyakorlatilag nem tudta befejezni, legalábbis kétes, hogy be tudja fejezni az ítéletet, másodfokú elbírálásra vár az ügy, éppen ezért döntő jelentősége van a különösen most, hogy
Gergényéket, az akkori rendőri vezetőket lényegében felmentették, 400.000 forintos képletes büntetéssel megúszta az akkori rendőrfőkapitány. Hozzáteszem, hogy engem 2006 ősze miatt pedig 450.000 forint pénzbüntetésre ítéltek egy ügyésszel kapcsolatos kijelentése miatt. Tehát ebben a képtelen helyzetben, amikor ráadásul az elszámoltatás egyéb elemeiben is óriási hiányosságok vannak, mindent meg kell ragadni annak érdekében, hogy az igazságtételnek a másik lépcsője legalább ezek a koncepciós eljárások leálljanak. Nyilván, hogy ez egy törvénytelen ítélet volt, nem tisztességesen hozott döntés, hiszen a bizonyítékok és a vonatkozó szabályokkal ellentétben született meg ez a képtelen ítélet. Most pedig teljesen jogosan vetődik fel a kérdés, hogy az amnestia végre mikor fog megvalósulni a közkegyelem. Nemrégiben emlékezhetünk rá, most már egyre több önkormányzat csatlakozott Kerepesváros kezdeményezéséhez, amely felkarolta azt az amnestia koncepciót, amit tavaly letettem az asztalra. Ennek az a lényeg, hogy a 2006 és 10 közötti időszak úgymond politikai kirívósúlyú politikai elítéléseit semmisítsék meg, tehát magyarul kapjanak eljárási kegyelmet az érintettek. Itt nyilván alapvetően Budázi Györgyékről van szó, nemrégiben pedig, igen, most már közel 300.000 embert lakosának tudható település füzér az, amely felvonult támogató határozattal ezen koncepció mellett, és egyre több polgári kezdeményezés és civil szervezet támogatja ezt az ötletet, amely immáron megkerülhetetlenül veti fel az amnestia kérdését. Sajnos nem régiben, illetve tavaly ősszel, illetve most februárban az országgyűlés illetékes bizottsága nem támogatta az amnestia javaslatok napirendre vételét, legutóbb Schneider Tamás és Gyüre Csaba nyújtották be ezt a koncepciót. Én nemrégiben pedig még tavaly decemberben Orbán Viktor miniszterelnöknek írtam ezt kezdeményező, amnestiát kezdeményező levelet, amelyre most nemrégiben az igazságügyi miniszter válaszolt, amelyben szakmai ellenérveket írnak le, amelyek azért azt gondolom, hogy nem megalapozottak, illetve orvosolhatók. Egyrészt a amnestia törvény koncepció nem kellően pontos megfogalmazására utalnak, ez úgy gondolom, hogy korrigálható, hiszen akár az ügyszám megadásával is megjelölhető Budázi Gyuriék ügye, másik szempontból pedig azt rögzíti, hogy a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben közkegyelem lehetősége kizárt a nemzetközi egyezmények miatt, illetve a nemzetközi jogforrási jellege miatt, ez egy Európai Uniós kerethatározat alapján került a magyar jogrendbe, ez nem megalapozott állítás, nyilván erre megfelelő válasz fog születni, mindannyiunknak feladata és felelőssége, hogy ezt a képtelen helyzetet, tehát ennek a kafkai eljárásnak végre véget vessünk, és meggyőzzük a döntéshozókat arról, hogy ma ez egy tartatatlan helyzet, ennek az eljárásnak a folyamatban léte, és végre nyerjék el a bántatlan, háborítatlan élet lehetőségét Budázi Györgyék, és szűnjön meg ez a koncepciós eljárás. Ennek az egyetlen biztos garanciát adó eszköze pedig a közkegyelem lehet, tehát megfelelő válasz fog érkezni, és megfelelő akciókat fognak következőkben is indítani települések, civilek és mi nemzeti jogvédők pedig továbbra is támogatjuk Gyurit abban, hogy büntető és polgári jogi védelem terén megfelelő módon kapjon jogi védőernyőt, hiszen tevékenysége és szerepe messze megalapozza ezt, és abszolút méltatlannak tekinthető mindaz, ami vele és társaival szemben immáron évek óta zajlik.